Sziasztok! Minap jártam a McDonald'sba, és azon gondolkoztam, hogy abból kifolyólag, hogy értsed, hogy a környezetemben rengeteg cukorbeteg ember él, és tudom, és hogy nagyon nehéz találni olyan élelmiszert, olyan dolgokat, amiben meg tud főzni, vagy akár be tud ülni egy étterembe, ahol erre figyelnek is. És azon gondolkoztam, hogy ekkora cég, mint például a McDonald's, miért nem csinál cukorbetegeknek, miért nem kedvez, akár burgerekkel, bármivel, és kicsit utána jártam, ne haragudjatok, de most egy kicsit olvasni fogom. Ugye cukormentes desszertek, pite, fagyisznékek nincsenek, szénhidrátet csökkentett zsemle, szénhidrát csökkentett panír, cukormentes szószok nincsenek, abszolút nincsenek, pedig én azt gondolom, hogy egy ekkora cégnek igenis kéne odafigyelni ezekre. Gluténérzékenyek már gondolnak, ja igen, a gluténérzékenyekre már gondolnak, hisz minden szendvics van már gluténmentesben. Laktózérzékenyekre sem gondolnak, a fagyi, a sznékek, a tejszínhabban, de még bizonyos zsemlék sem ehetők laktózérzékenyek számára. Jelenleg Magyarországon 600 ezer gluténérzékeny ember van. 7 millió laktózérzékeny van. 1,5 millió diagnosztizált cukorbeteg száma. Ugyanennyi, azaz 1,5 millió a prediabeteszesek száma, és ugyanennyi, azaz a 1,5 millió az inzulin rezisztenciában száma. És így megy föl vele. Hazám fele valamilyen cukorbetegségben szenved. Évente 3600 beteg lábát kell amputálni. A cukorbetegség következményeként továbbá minden harmadik cukorbeteg szemészeti szövőnyétől diabetészet élők 30%-a pedig cukorbetegség okozta. Idegkárosodástól szenved, és akkor még nem beszéltünk a cukorbetegségek okozta vesekárosodástól, vagy az érrendszeri problémákról. Azt azért együtt tisztában, hogy a legkevesebben a gluténérzékenyek vannak, mégis neki kedvez a Meki. És ennek egyszerű oka van. Pedig legolcsóbb és a legegyszerűbb megoldásnak, és így abban a színben tudnak tetszelegni, hogy ők gondolnak már egy csoportra. Azt is tudnod kell, hogy bár a gluténérzékenység és annak szövődményei, mint például az IBD és így egy szörnyű betegség, de ez eltörpül a cukorbetegsége pusztítása mellett. Továbbá a cukorbetegsége száma mellett eltörpül a gluténérzékenység száma. Szóval, és még egyszer mondom, ne haragudjatok, hogy olvastam, csak összeírtam, utána jártam. Én azt gondolom, hogy ekkora multi cégnek, ekkora ami nagyon nagy piacot fektet le a McDonald's, igenis el kéne kezdeni gondolkozni azon, hogy a cukorbetegekre is gondoljanak, és így a snackek, a fagyik, a szószok, a zsemléket el kéne kezdeni így gyártani. Nem kell olyan sok, mert én megértem ezt az oldalát is, hogy ugye azért pénz, meg minden, de hogy igenis, hogy elindulhatna egy folyamat, hogy meg kell kezdeni ezekre gondolni. És pontosan ezért, mivel a körzetemben van, és hogy látom rajtuk, hogy bemennek a boltba, és mennyivel drágábbak, és hogy hogyan tudnák kihozni ezt, hogyan tudják megfőzni, mit tehet, mit nem ehet, ez a rengeteg, és akkor van ilyen applikáció, látom, hogy hogyan, amikor megevett valamit, akkor hogy ugrik fel a cukra, hogy megy le. Egyszerűen ez az oldala, én azt gondolom, hogy ez, erre a betegségre ilyen is oda kéne koncentrálni, oda kéne figyelnünk mindazokra a cukorbetegekre, akik ebbe szenvednek, és szerintem nekik is igazán kedveznétek ezzel, hogy és lehet, hogy még több vásárlót tudnátok becsalogatni magatokhoz. Tudom, nem vagytok csődben, nem fogtok csődbe menni, de nem is erről szól a történet, csak ha én azért is megyek ebben, mert ha marketing fogást akarok, akkor igazából itt egy cukorbet, itt egy csoport, amit meg tudnék fogni, és akkor biztos, hogy bejönne vásárolni. De tulajdonképpen nem erről szól. Arról szól, hogy el kéne kezdeni az ilyen és hozzá hasonló cégeknek csinálni a cukorbetegeknek számára is lehetőséget fogyasztásra. Ugye snackeket, fagyikat, szószokat, zsemléket. És pontosan ezért felszólítom a McDonald's-t, hogy mi hamarabb kezdjen ezen gondolkozni, bevezetni, hogy legyen cukormentes termékük, akár zsemlébe, akár snickekbe, fagyikba, szószokba.
mert azt gondolom, hogy igenis megtehetni a McDonald's, és igenis az a cukorbeteg ember is szívesen bemenne a Mac-be fogyasztani, mert azért valljuk be, hogy a Mac-e nagy csoportot vonz be, és azért finom kajákat tudnak összerakni, finom ételeket. Úgyhogy szerintem ideje lenne ezen elgondolkozni. Ha tetszett a videó, mozd meg, és iratkozzatok föl. Sziasztok!